meghalt kívánok. Hát gratulálok. Köszönöm. Gyere be. Édesanyjával érkezett a polgármesteri irodába Dallos Nyers Boglárka, akit az egész ország csak Bogiként ismert meg az elmúlt néhány hétben. A 16 éves győri középiskolás nézők tízezreit varázsolta el dalával, amivel aztán a legjobb négy közé is bekerült az Eurovíziós Dalfesztivál hazai selejtezőjében. Gratulálok, nagyon csodálatos. Virágot és ajándékot is kapott Bogi Borkai Zsoltól, aki híradónknak azt mondta, családjával együtt követte a zenei vetélkedő eseményeit, és roppant büszkén figyelte a győri lány szereplését. Lányom jól ismeri Bogit, úgyhogy érdekelt minket, és hát nem utolsó sorban pedig győri, ugyanakkor pedig minden passzolt szerintem, tehát maga a szám nekem nagyon-nagyon tetszik, dallamos olyan, ami ennek igazából kell lennie, nagyon könnyen énekelhető, és ahogy ő előadta, az pedig egy fantasztikus dolog volt. Ez is mondtam azt, hogy jöjjön el ide az irodámba, egy kicsit beszélgessünk. Büszke vagyok nagyon rá, hogy győriként ilyen szép eredményt ért el. A néhány perces kötetlen beszélgetésen persze szóba került, hogy mennyire elégedett Bogi a négy közé jutással. Az ifjú énekes úgy fogalmazott, egyik legszebb álma vált valóra azzal, hogy ilyen sokáig jutott a vetélkedőn, melyen a remek társaság miatt igazán jól érezte magát. Aznap reggel, amikor felébredtem a verseny napján, akkor azt akartam elérni, vagy az volt bennem, hogy ha én a négybe bejutnék, akkor teljesen elégedetten távoznék, hogyha persze a nyolcban benne vagyok, már az is hihetetlen érzés. Amikor nekiindultam a versenynek, nem is gondolkoztam ezen egyébként, vagy amikor kimentem a színpadra, hogy milyen kritika lesz, vagy hogy hány pontot kapok, csak szimplán szerettem volna jól érezni magam, és hogy a közönségnek és a zsűrinek is tetszen a dal, és ez azt hiszem, hogy sikerült. A pénteki találkozón Borkai Zsolt személyesen kérte fel Bogit, hogy énekeljen majd a győri nyárnyitó szuperkoncerten, a rendkívül szimpatikus és szerény lány pedig azonnal igent is mondott az invitálásra. Borkai Zsolt a beszélgetés után úgy fogalmazott, Bogi egy olyan fiatal győri tehetség, aki a következő években komoly dicsőséget szerezhet majd nem csak magának, de a városnak is.